Áldás békesség, Istennek igéjét olvasom, ahogyan az írva található a Kolossébeliekhez írt levél, első fejezet, 24-től a 29. versig, a következő képen. Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, az én testemben az ő testéért, ami az egyház, amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nekem adott tirátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét. Tudnélik am a titkot, mely el van rejtve ősidőktől fogva és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között emett titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van a dicsőségnek ama reménysége. Akit mi prédikálunk, intvén minden embert és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban, amire igyekezzem is, tusakodván az ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik. Igyekezzél, légy tökéletes, tusakodj, avagy küzdj. Ezek azok a szavak, amiket hirtelen kigyűjtöttem ebből az ige szakaszból, és ezek azok a szavak, amelyeket a világban is sokszor elvárásként állítanak elénk, legyen az akár oktatási intézmény, munkahelyi teljesítmény, vagy éppen magánélet. A különbség azonban óriási, ha Isten nélkül, vagy a Krisztusban lévő lét felől szemléljük. Az egyik ilyen nagy különbség az elvárás. A világ azt akarja, hogy neked megfelelési kényszered legyen. Ez a megfelelési kényszer megköt és naponként szorongással tölthet el, hogy eléred-e azt a létszet, amit kiszabnak neked, és hogyha kudarcot vallasz, akkor tudod, hogy nem számíthatsz együttérzésre. Az Úr Jézus Krisztus azonban nem ilyen. Ő nem azt várja el, hogy megfelelési kényszered legyen a vele való kapcsolatban. Ő nem azt várja el, hogy minden igyekezzél mindenféleképpen teljesítményt letenni az ő asztalára. Ő csak egy dolgot vár el, hogy nyisd meg neki a szívedet, vadd meg őszintén a gyengeségedet, az erőtlenségedet, és akkor a szíveden keresztül az ő ereje fog munkálkodni a te életedben. És így tudod betölteni az Istennek az igéjét, mint ahogy a Pál apostol is bizonságot tette erről ebben a szakaszban. A második ilyen különbség a mód. Az Isten nélküli ember csak a saját maga erejére támaszkodhat. Ez azonban rendkívül nyomasztó tud lenni, hiszen az ember ereje rendkívül véges, korlátozott, gyenge. A hívő ember azonban nem egyedül törekszik a keresztény tökéletességre, a megszentelődésre, hanem Jézus ereje az, ami munkálkodik benne. Nem magára támaszkodik, mert tudja, hogy Jézus nélkül semmit se tud tenni. Különbség van az eredmény terén is. Amikor az ember Isten nélkül a saját maga erejére támaszkodva akar bárminek nekilátni, akkor könnyen szembesül a kudarccal. Hiába a sok motivációs előadás, az embernek előbb-utóbb szembesülnie kell a végességével. Hiába akar igazán erősen valamit, és hiába vágyakozik valamire, és hiába van meggyőződve arról, hogy milyen csodálatos. Előbb-utóbb kudarcot vall.
Ellenben, ha lemondasz a büszkeségedről, és a fókuszt önmagadról, az Úr Jézus Krisztus felé irányítod, akkor megtapasztalod az ő hatalmas nagy erejét, akkor hatalmas dolgokat tud Isten elvégezni benned és általad. Mondj le a büszkeségedről, mondj le az egódról, és megtapasztalod, hogy Isten hatalmas dolgokat visz végbe a te életedben. Megtapasztalod az Úr Jézus Krisztus hatalmas nagy erejét.